Pingvin séta fogadja a látogatókat a Jászberényi állatkertben. Az időjárás most kifejezetten kedvez a madaraknak, ezért a gondozók minden nap kiterelik őket és körbejárják velük az állatkertet. Az afrikai pápaszemes pingvinekhez ráadásul a látogatók is csatlakozhatnak. Ott van Popek, pont az ő feje látszódik ki. Ő a piros-fekete gyűrűs, és ő neki a párja a Zoli. Popeknek nem tetszettek a pingvinlányok, így esett a választása az egyik gondozóra. Na gyerünk kifelé most már tényleg aztán. Őt az unszolás ellenére sem sikerült kiterelni a medencéből, a csapat másik fele azonban türelmetlenül várta, hogy kinyíljon a kifutó ajtaja. Ezt azért tartjuk ilyenkor, mert nyáron a szúnyogok miatt nem tudjuk őket kivinni, úgyhogy a nyári időszakban itt egy nagy szúnyoghálót terítünk a kifutó fölé. Ilyenkor viszont nyugodtan ki lehet őket hozni, és a látogatók egy kicsit közelebbről is megismerhetik ezeket az állatokat. A madarak nagyon szelídek és bátrak is, a sétát pedig kifejezetten élvezik. Nem csak a kamerával ismerkedtek, a lelógó kabátújakat, öveket, táskákat is előszeretettel csipkedték. Itthon csak Jászberényben lehet része ilyen élményben a látogatóknak. Magyarországon csak a mi állatkertünkben lehet találkozni olyan vadállatokkal, amik a látogatók között sétálnak, és ugye ezek a vadállatok, ezek a pingvinek, ami egyébként nem a mi ötletünk volt, hanem Münsterből kaptuk ezt a pingvin csapatot, és ott a kollégák már foglalkoztak velük, tehát sétáltatták őket a látogatók között, és onnan jött ez a séta ötlet. Az afrikai pápaszemes pingvinekkel márciusig lehet sétálni, minden nap 11-től délig. A gondozók szerint jövőre jó eséllyel már fiókák is tartanak majd a csapattal.